Az FC Barcelonát és Messi nevét a világon mindenki ismeri. Azt viszont csak kevesen tudják ide azzal, hogy az 50-es évek Barszájának Messiét Kubala Lászlónak hívták. Miatta építették fel a 100 000-es stadiont, a Camp Nou-t. Aztán 1956-ban csatlakozik hozzá Kocsis és Cibor, és a három magyar játékos hőssé válik Barcelonában, meghódítja a spanyol és a katalán nép szívét. Drámai archív felvételek, sosem látott gólok. Megindító történeteket hallhatunk a filmben, amiken könnyezni, de nevetni is lehet. Balatonalmádiban a Ramada Hotelben mindezt ön is megtekintheti, május 20-án pénteken este 7 órától. Amikor az Olimpiai Bizottságnak az ülésén a szállodának a tulajdonosa, valamint a Dunai Antal úr találkoztak az egyik Olimpiai Bizottsági ülésen, akkor a Dunai úr felajánlotta, illetőleg megkérdezte a mi tulajdonosunkat, hogy érdekelné-e a mi közönségünket, a vendégeinket ez a film. Tulajdonképpen már ott rögtön megszületett egy ilyen egyesség erről, hogy hozzánk fogják ezt a filmet hozni, és nálunk lesz egy ilyen gyönyörű bemutató. Ezt a filmet elsősorban kiknek ajánlja? Real Madrid szurkolók is eljöhetnek? Természetesen eljöhetnek, mert ez az időszak, amikor hála Istennek még olyan labdarúgóink voltak, akik ilyen világhírű csapatokban játszottak, azt gondolom, hogy mindenféle csapathoz való kötődéstől függetlenül látni kell mindenkinek. Úgy nézem, és úgy látjuk, hogy a meghívottjaink és a film nézői között egyrészt a szálló vendégek lesznek, tehát akik ezen a hétvégén a hétvégét nálunk tölték, ezen kívül meghívást kaptak és el is fogadták különböző sport egyesületeknek a tagjai, és itt nem csak labdarúgó egyesületekről van szó, valamint polgármesterek is a környékről nagy örömmel és szívesen fogadták el a meghívásunkat, tehát jönnek olyan non-profit szervezetek, önkormányzatok is, képviseltetik magukat, akik tulajdonképpen nem a sportkötődése miatt, hanem az egész filmnek az érdekessége miatt érkeznek hozzánk. A Magyarok a Barszáért című dokumentumfilm megtekintése után senki nem fog meglepődni azon, ha egy magyar kapusról szóló vers kötelező tananyag a spanyol iskolákban. Vagy hogy Európa legnagyobb stadionjának a bejáratánál egy magyar játékos 2 méteres bronzszobrával találkozik. A filmvetítésen jelen lesz Kocsis Tibor, a film rendezője, és Dunai 2 Antal, többszörös magyar válogatott olimpiai bajnok labdarúgó. Az esemény házigazdája a méltán népszerű Harsányi Levente műsorvezető, televíziós személyiség lesz, aki köztudottan nagy Barcelona szurkoló. A rendezvényre természetesen nem csak a Barcelonáért rajongó szurkolókat várják péntek este 7 órakor a Ramada Hotelbe.